kedves látogatókat és megkapókat egyaránt, ezúttal Vibályos segédemmel, Lukács nagyúrral, mert elérkeztünk a sorozat legújabb epizódjához, ami természetesen szponzorál a De Agostini itt az Emberkertben. Epizódjához. Lukános nagyúr, izgulsz már? Úgy látom, hogy neked is egy nagy kedvenced fog következni, ezúttal már karton nélkül. Most ezt kibontom, milyen mit szólsz hozzá. Lelkére a szeretés. Így van, ezúttal már kartont nem kapunk, viszont egy kiváló magazinnal. Jó, és ez egy teljesen más műlődő csomagolásban van már. Úgy látom, hogy ez Boba Fett sisakja, és egy rendkívül kultikus alakja az univerzumnak. És ahogy látom, itt részletes leírást kapunk a nem csak a sisakról, hanem Han Solo fogja ejtéséről és a szénbe fagyasztásról is, valamint hát Boba édesapjáról, és íme itt szintén a részletes leírás a sisakról, valamint Boba Fett és a mandalori páncél leírása kiváló, sőt, ahogy látom, még egy IG egység, sőt, az én kedvencem, az IG-88, nem az IG-11, aki a sorozatban volt, hanem már jóval később szerepel, de én kifejezetten az egyik kedvencem volt, amikor én még ilyen kis Norbi voltam, akkor volt egy játék IG-88-en. Ezt nem is tudtam. Hát látod, én megosztom be ezeket az információkat. És még ahogy látom, a végén egy fejvadászok és egyenruhák, fegyverek. Ugye ez is egy kiváló, rendkívül informatív. És magazin is, akkor vessük szemére magát a sisakot is. A harmadik példány, az már egy ilyen másik fajta csomagolásban van. Van egy kartonpapír hátra is. Á, szóval mi is csak megkapjuk ezt a karton. A karton az nem valószínűleg. 14 éve nagyok számára nem ajánlott játékszer. Egyébként függetlenül azt mondom, hogy a 14 éven aludja anyát, apát kérdezzük meg, és nekik kell megrendelniük. Szerintem ők is jól járnak ezzel. Így van, így van. Én ezt most akkor fel is mostanám. Hát milyen remekül sikerült. Milyen, mert látom, figyelj, nézd, és amúgy nem erre fogod, hogy önök is lett volna egy egyszerű. Nagyon gondoskodott róla a Dagostini nekünk, hogy ez ne legyen egyszerű. Nem, arra gondoskodott, hogy nehogy kiszakadjon a csavarban. Így van. Megvan, ez az. Kicsit talán sem. Hát, ezen nem csodálkozok, hogy az első csomagot tapasztalat kibontani, meg sem lehet boldog rajta. Én azt mondom, hogy ez is érezhető már a tapintásából, hogy kiváló minőségű ABS műanyagból készült. Elműhetetlen, és valóban ez is egy personalizált tartó érkezett. Azt nem tudom róla szerzni a burkolatot, hogy talán megpróbálunk, nem lehet törni. Biztosan olyan lesz, és tényleg ez is mindig a részletben
ott van a portálás is ott van rajta. Igen, nekem eddig ez a kedvenc számom. Elképesztő, ahogy a kis kopások is tökéletesen meg vannak festve. És látszik, hogy minden darab kézzel festve. Ez egyszerűen értetlen. Még egyszer látom. Valóban tényleg egy nagyon díjas munka. És tényleg nagyon szép. Eddig mit tanult benne a cár? Hát ezt nem is csodálom. Úgyhogy a harmadik részig mindenféleképpen megéri előfizetni. Sőt, végig megéri előfizetni, mert rendkívül különleges ajándékokat kapunk bizonyos számunként, amit már valószínűleg ti is tudtok a reklámokból, hogy mik lesznek a különleges ajándékok. Mi egyelőre még ugye a három pósztert kaptunk meg, amit az első számban bemutattunk. Nagyon kíváncsi lennék, hogy a prémium előfizetők milyen ajándékokat kapnak, de ez csak akkor derül ki, hogyha az a fizetszerű. Így van, de itt, ha jól emlékszem, talán a reklámban is, ami a műsorunk része bemutatja, hogy igen. Prémium is van ezt a reklámat. Így van. Akkor forogjon a D'Agostini reklámja, és ne felejtsetek el előfizetni, link a leírásban. Továbbiakban pedig kiratkozzatok, felosszátok meg a videót, lájkoljátok minden, úgyhogy forogjon! We'll be right back.